Az euróintegráció célja még inkább megszilárdítani az EU tagállamok közötti viszonyokat és összefogni azokat az országokat is, melyek még nem tagjai az uniónak. Vajdaság hidat képez a régi és az új tagállamok között. Emellett jelentős szerepe van a Dunának is, amely országokat köt össze. Európában ez az egyetlen folyó, mely nyugatról folyik kelet felé. A Duna az Európai Unió bővítési folyamatának szimbóluma, mind földrajzi, mind politikai szempontból. A stratégiának a megvalósítása, a lépésről lépésre haladó politika nagyon lassan indult be. Még mindig úgy tűnik, hogy csak a keret egyezményről, tehát a Duna stratégia kereteiről beszélgetünk, azokról a stratégiai célkitűzésekről, amelyeket meg kell valósítani, de még konkrét lépést, kevés konkrét lépést láttunk és látunk, de meg vagyok róla győződve, hogy ez változni fog a következő időszakban. A rendezvényen a tartományi közigazgatás és a helyi önkormányzatok, valamint az egyetemista és más szervezetek képviselői vettek részt. A látogatásunk célja a vajdasági magyar és az újvidéki fiataloknak bemutatni az újvidéki vagy a tartományi képviselőházat, megmutatni, hogyan működik, hogyan folyik az egyik ülés. A Duna stratégia a fiatalok szempontjából azért is kiemelkedő jelentőségű, mert e projektunk keretében a jövőben Európa bármely országában folytathatják tanulmányaikat. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy az egyetemi okleveleket egyenértékűvé tegyék az EU-n belül.